Szilágyi Sándor a cég ügyvezetője kiemelte, egyetlen cég sem tud hosszú távon életbe maradni, hogyha nem teremt értéket. Értéket kell teremtenie az ügyfelei számára, a munkavállalói számára, a tulajdonosai számára, és meggyőződése szerint a közösség számára is, amiben a tevékenységét végzi. Mi itt ebben a főzdében nem csak jó pálinkákat szeretnénk készíteni, hanem az ügyfeleinknek szeretnénk megtanítani, hogy hogyan tudnak jobb pálinkákat készíteni, és szeretnénk fogékonyakká tenni őket a minőségi pálinka kultúra iránt. Hisszük, hogy a minőségi pálinka kultúra egy nyelv vagy egy közös élmény lehet a közösségépítéshez, mind településen belül, mind települések között. A munkánk legfontosabb célja, hogy ezt a térséget bekapcsoljuk az országos pálinka élet vérkeringésébe. Azt gondolom, hogy ez elég nehéz feladat lenne az egyes településeknek külön-külön. De összefogva a régiónak minden lehetősége megvan arra, hogy fölkerüljön a pálinka térképre. Ez az, ami miatt mi a szomszédos településeken is nyitottunk pálinka főzdéket, és ezért szolgál különösen nagy örömömre, hogy több környékbeli polgármester is megtisztelt minket jelenlétével. Szeretnék köszönetet mondani dr. Kovács Tibor alpolgármester úrnak. 5-6 évvel ezelőtt ennek a főzdének az ötlete egy közös munka eredménye volt. Szeretnék köszönetet mondani Fazekas miniszter úrnak, még cégünk fejlődésének embrionális szakaszába találkoztunk először, és kezdtünk el beszélgetni arról, hogy milyen elképzeléseink, milyen terveink vannak. Az ő tanácsai és iránymutatása nélkül ma biztos, hogy nem lennénk itt. Továbbá szeretném megköszönni a már megnyitott főzdéinknek otthont adó települések vezetőinek a több éves sikeres együttműködést. De a legnagyobb köszönet azoknak a kisújszállási ügyfeleinknek jár, akik éveken keresztül időt, fáradtságot nem kímélve elhozták a mi főzdéinkbe a cefréjüket, és fokozott várakozással tekintettek a mai megnyitó dátumára. Dr. Fazekas Sándor korábbi földművelésügyi miniszter beszédében rámutatott, hogy Kisújszállás és a térség egy világszínvonalú pálinkafőzdével gyarapodott. Nekünk magyaroknak van mire büszkék lennünk, van olyan tartásunk, amely megőrzött bennünket az elmúlt 1100 évben itt a Kárpát-medencében. És ezekhez az értékekhez, ez a magyar életérzéshez hozzátartoznak a hazafias gondolatokon túl, a művészet, az irodalom értékein, a településeken túl, még olyan dolgok is, mint például a pálinka, amely nélkül elképzelhetetlen a magyarság, hiszen nemzeti italunkról van szó. És ahhoz, hogy ez az érték fönnmaradjon, az elmúlt években a Pálinka Nemzeti Tanács, a minőségi pálinka kedvelők, a törvényhozás, mindenki, aki ezen a területen dolgozik, pálinka főzdések, mindig hozzátettek valamit, évről évre sikerült akár a jogi környezetet átalakítani, a italok minőségét emelni, külföldön hídfőállásokat kiépíteni, és ide haza is egy olyan kultúrát fönntartani és gyarapítani, amely visszanyúlik évszázadokkal korábban. Mert a pálinka nem pusztán egy ital, nem pusztán egy szeszipari termék, bár nyilván jogszabályokkal is, normákkal is le lehet írni, hanem ennél sokkal több, egy olyan hungarikum, amely magában foglalja a gyümölcstermesztést, a tájban történő gazdálkodással, a minőséget, őshonos és újabb fajtákat, az adott tájakra jellemző fajtákat, azt a kertészeti kultúrát, és utána pedig természetesen a teljesítmény mérhető, kimérhető formáját is, és elfogyasztható formáját is, a finom pálinkákat. Kevesen tudják azt, hogy a világon, a magyaron kívül nincsen olyan nép, amely ennyi fajta italt készítene pálinka, szeszes ital formájában, hát itt a 80, meg 50 ilyen számokat szoktam hallani, hogy annyiféle pálinka van, azt is mondják, hogy a magyar ember mindenből pálinkát főz, amiből csak lehet, és hát valószínűleg nem is jár messzire az igazságtól.
és nem mindegy, hogy milyen a minősége, milyen a megjelenése ezeknek az italainak, és hát én látom azt, hogy itt mind a háttér, hiszen olyan a főzde berendezés, amit korábban el se tudtunk képzelni, az űrkorszakot mutatja minőségi jellegű, tehát ez is, illetve a csomagolás, a piaci megjelenés, az, hogy három pálinka főzde van itt a térségben, erősíti azt, amit úgy is le lehet írni, a nagykósági pálinka termő vidéket, tehát azt a területet, ahol Hungarikumnak, Európai Uniós eredetvédetnek minősül a szilva pálinka, zömmel őshonos gyümölcsökből, és a vérsalva pálinka szintén egy erre a tájra jellemző külön érték. És ahhoz, hogy ez az érték megjelenjen, hogy ezek a gyümölcsök mindig fogyaszthatóak lennek, hát azért a legbiztosabb a befűtés, a lekvár, mert az, hogyha pálinka készül belőle. Úgyhogy mi, akik ezzel foglalkozunk, örülünk ennek az esőnek, és bízunk benne, hogy ez az esztendő is olyan lesz, amely gyarapítja majd a termést, olyan évjárat lesz, amelyre büszkék lehetünk, hiszen a borvidékekhez hasonlóan nem csak pálinka vidékek vannak, az évjáratok is különböznek, csak úgy, mint a boroknál. A legfontosabb, hogy minőségi legyen, tiszta legyen, finom legyen és magyar legyen.